Köszöntöm a nézőket, a TV21 Ungvár stúdiójában pedig Brenzovics Lászlót, a KMKS elnökét. Elnök úr, elég sok minden zajlik a kárpátaljai magyarság körül, amely jelentősen befolyásolhatja a jövőjét. Ilyen például a készülő nyelvtörvény. Mi lesz, hogyha ilyen formában fogadják el, hiszen a rengeteg módosító indítványt sorra leszavazzák? Hát, a házelnök André Parubi azt mondta, hogy április 20-én fogják ezt szavazásra bocsátani. Hát nagy valószínűséggel van esélye annak, hogy megszavazzák, azonban reménykedjünk abban, hogy nem. Utána pedig természetesen az fog következni, hogy az elnöknek alá kell írnia. Poroshenko május végéig akkor is hivatalban lesz, hogyha nem nyeri meg az elnökválasztást. És utána természetesen azon fogunk dolgozni, hogy egy keresetet nyújtsunk be az alkotmánybírósághoz, hiszen teljesen nyilvánvaló az, hogy ez a törvény alkotmányellenes. Aztán pedig hát voltunk Brüsszelben, voltunk Strasbourgban, ahol tájékoztattuk az Európai Parlament és az Európai Tanácsnak a képviselőt arról, hogy ez a törvény nem felel meg a ukrán alkotmánynak és ukrán nemzetközi kötelezettségvállalásainak, és az ígéretek ellenére ez a törvény nem lett megküldve a Velencei Bizottságnak. De utána, mint a törvény lesz fogadva, akkor valószínűleg a Velencei Bizottság is ebben a kérdésben véleményt fog alkotni. Változásra a kisebbségi politikában, Ukrajnában csak a parlamenti választások után várható jelentős mértékben. És azt hiszem, hogy a nyelvkérdés, a oktatásnak a kérdése a parlamenti választások egyik központi témája lesz. Mostani szavazáson is azon fognak gondolkodni a képviselők, elsősorban nem azon, hogy mi a jó az országnak, mi a jó az ország lakosainak, hogy hogyan befolyásolja a szavazásuk a esélyeket a parlamenti választásra. Sajnos ez van Ukrajnában jelenleg, minden kérdés át van politizálva, ez a törvény tervezet látva a parlamenti munkát igazából nem volt jól előkészítve, igazából zavaros az egész, hátrányosan befolyásolja Ukrajna szinte valamennyi lakóának az életét, mégis politikai szempontból azok, akiknek az az érdek az ország lakosságot megosztják, ezért tették ezt az utóbbi időknek a középpontjába. És éppen Európában, amikor voltunk, akkor azt javasolták a képviselők, hogy halasszák ezt a törvénynek az elfogadását a választások utána, úgy tűnik, hogy ez nem fog megtörténni. Ön is benyújtott jó néhány módosító indítványt, és még több kollégája is a kisebbségekkel kapcsolatban. Egyetlen egyet elfogadtak ezek közül? Nem, de ez nem is szokás az ukrán parlamentben, mert egyszerűen a képviselők ezek a vitákra nem járnak. Majd a szavazás napján fog kiállni az előterjesztő, Csadécki úr, és akkor le fog darálni egy csomó módosítást, amit nem kaptak meg kész az a képviselők, és akkor majd megszavazzák, hogy szavazzuk meg, és utána pedig egy pár hét múlva ki fog derülni, hogy valójában mit is szavaztak meg, vagy szavaztuk meg. Ez sajnos így megy, bevett gyakorlat az ukrán törvényhozásba, és ugye már 5 év tapasztalatában mondom azt, hogy a törvények többsége házszabályellenesen van elfogadva. Furcsa, és az is furcsa, hogy Petro Poroshenko a KMKS, a kárpátai magyarság irányába olyan kijelentést tett, amely önöket szinte rákényszerítette arra, hogy nyilatkozatot fogadjanak el. Miről is van szó? Hát az Európai Biztonsági Fórumon, amit Kijevben rendeztek újságíró kérdésre újra, azzal vádolta a magyar kormányt, a kárpátai magyarságot, hogy olyan orosz befolyás alatt van, és az oroszok véleményt képvisel ebben a kérdésben, ami teljesen nevetséges, hiszen hogy azt szeretném elmondani, hogy furcsa módon, azt tudom, hogy miért, de én rajta vagyok az orosz szankciós listán, míg az elnök nincs rajta, tehát ez mutatja Oroszországnak a viszonyulását a kárpátai magyarsághoz részben. Másrészt pedig az elmúlt időszakban a magyar kormány számtalan módon segítette Ukrajnát, ezt elég lenne csak felsorolni, különböző adományokkal, gyógyszerekkel, a sebesült katonáknak az orvosi ellátása, vagy pedig az, hogy ugye gázt adott Ukrajnának, amikor az orosz viták fönnálltak. Tehát igaza van Orbán Viktornak akkor, amikor azt mondja, hogy Magyarországon ukrán barát kormány van, Ukrajnában pedig sajnos nem, és ezt a kijelentését elnök úrnak teljesen alaptalannak tartjuk, és tiltakozunk ellene. És szinte adja magát a következő kérdés. Pár nap múlva húsvét.
És elnök választás is. Igen. Húsvét az biztos, a másik az nem 100%. De azért valószínűséggel ez le fog zajlani. A KMKS ezzel kapcsolatban is nyilatkozatot jelentett meg, és arra kérte a választókat, hogy templom előtt vagy templom után igen. menjenek el szavazni. De semmiképpen sem templom helyett. De semmiképpen, az biztos, mert azért ennek, ez azért a legfontosabb. Ennek azért tétje van. Mi a tétje most egész pontosan ennek a választásnak? Hát a közelkutatások azt mutatják, az utolsót, amit csináltak a héten, hogy olyan 71-25 Zelenszkij javára ilyen nagy különbséget nem lehet ledolgozni, ez teljesen nyilvánvaló. Ugyanakkor arról is érkeznek hírek, hogy nem mindenütt álltak fel a választási bizottságok, mert Poroshenko nem jelölte be azokat a tagokat, amelyek kellett volna, illetve többen visszamondták. Azonban én nem tudom elképzelni azt, hogy ezek a választások ne történjenek meg. Ugyanakkor teljesen nyilvánvaló az, hogy ennek az egész választásnak van egy karneváli jellege, hiszen soha nem látott módon a vitára, ugye a stadionba fog sor kerülni, ahol mindenképpen novum a politikában, ilyen még a világon nem volt. A stadionban csak Joe Frazier és Muhammad Ali boxolt valamikor nagyon régen. És ezt meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de látványosan látjuk azt, hogy igazából ezek a cirkuszok és ezek elterelik a figyelmet a lényegről, hiszen a népet nem az érdeki szerintem, hogy kinek milyen a leletei vannak, vagy pedig ki tud szebben beszélni, az, hogy, hanem mi lesz azok az alapvető kérdésekkel, mi lesz a Gázáról, mi lesz a fizetésekkel, mi lesz a oktatással, mi lesz a nyelvi kérdésekben, amelyre sajnos ezekből a vitákból nem igazán kapunk választ. Azt látjuk és érzékeljük, hogy az ország lakosságának a döntő többsége és Kárpátia lakossága döntő többsége, Kárpátia magyarság döntő többsége változást akar. És változást akar, és nem is arról van szó, hogy valaki hogy a Zelenszkij személyét annyira támogatná, hanem arról, hogy az, ami jelenleg van, az ne folytatódjon. Elnök úr, köszönöm, hogy megtisztel bennünket. Viszont a szerencse, és végül szeretnék áldott húsvéti ünnepeket kívánni mindenkinek. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk a kedves nézőknek is. Ne feledjék, minden nap, 8 órakor hírblokk itt a TV21 Ungvár csatornáján. Nézzenek bennünket!